Olaszország magyarok által kevésbé ismert szegletéből jelentkezünk. Liguriában, a Cinque Terrén vagyunk egy gasztrotúrán, ahol az egyik Alberto megmutatja majd, hogy miért nagyon nehéz házilag elkészíteni a csicseri borsolízből készülő farinátát. A másik Alberto a pesto művészetéről mesél. Filippótól megtudjuk, mi az a bati-bati. És fellibbentjük a fájtlat a 2011-es szardella rejtéről. Corniliában vagyunk, Cinque Terre középső falvában, 100 méterrel a tengerszint felett. Albertohoz jövünk, ő az egyetlen a faluban, aki saját maga süti a focaccát és a farinátát. Io tutti i giorni vengo qua alle 6 del mattino per iniziare a fare l'impasto, il quale lo faccio con la farina. Ho tutto preparato, i pesi già fatti per non sbagliare, perché al mattino uno c'è un po' di sonno. Questo è estratto di malto. Qua c'è il sale che lo mettiamo una volta che l'impasto è quasi fatto. Una volta che è impastato tutto, che non c'è più farina secca, si aggiunge l'extravergine. Di questo impasto rimarrà un po' di madre, ma sempre mantenendo una base madre che utilizzo da 15 anni. Tehát egyrészt ugye ilyen határozott mozdulatokkal, de úgyse lesz az enyém olyan, határozott mozdulatokkal, és ilyen egészen fényes. No. Che fa questo lavoro? Aha, ok. Così? Vedi? Aha. Guarda. Lo buono della focaccia è il bordo croccante e l'interno morbido. La crescita si vede. Altri 10 minuti quasi sarà pronto. Vedi che qua i buchi sono in punto di chiudersi, di chiudere. Non bisogna lasciare mai che si chiuda il buco. Questa è acqua con sale. Un litro 30 grammi di sale. Se non c'è l'acqua il buco si chiude. Inforniamo 20 minuti, ai 10 minuti apriamo. Questi in tutti i bar della Liguria troverai questi panini fatti con le focaccine rotonde. Fantasztikus ropogós, tényleg, ahogy mondta, hogy a külsején nagyon ropogós, és nem isten, ez az olaj, meg a sós víz, amit rárakott, ott olyan jó sós, de kellemesen, tehát nem rossz értelme, fantasztikus. Belül puha, és még ezek a kis olajcseppek bennem maradtak, tehát nem sült ki az összes. Ez jó nehéz. È pesante. E questa è una teglia artigianale, fatta a mano, non industriale, per quello è così pesante. Le industriali pesano la metà. E dura la metà. Questa è la farina di ceci. Ceci. Ecco qua, finita. Adesso solo si può mangiare. Én most már értem, hogy miért mondta azt egyébként, hogy házilag ezt nagyon nehéz elkészíteni, mert ugyan a maga a tészta az ugye végtelenül egyszerű, hiszen csak csicseri borsolízből, sóból és vízből áll, viszont kellett hozzá ez a 350 fokos kemence, vékony, belül nagyon puha, és kívül meg eszméletlenül ropogós, nem? Csak olyan ropogós a széle, igen. Puha a belseje, olyan, mint egy krém. És tényleg nem hiányzik rá, ugye kérdeztük, hogy tesz-e rá valamit, mondta, hogy néha pesztót a külföldieknek, de hogy ő nem szereti, mert magának a csicseri borsó lisztnek annyira finom, ilyen delikált íze van.
Riusciamo a preparare 25 focacce diverse, con le patate, con gli speck, quelle che vedete qua, con la rucola, con l'estrachino. Vanno in amici helyi specialità? Sì, olive nere e pomodoro fresco, è una mia invenzione, perché un giorno non sapevo che cosa fare con il pomodoro. La più popolare per gli abitanti di Corniglia e gli italiani di questi posti è la focaccia classica, la bianca, con i buchini, che viene chiamata la focaccia ligure o genovese. Napjában hány kiló tésztát? Generalmente stiamo lavorando sui 12 kg di impasto totale, fino ad arrivare a 36 kg. Édesség sose készül? Di dolce, le dico sempre ai clienti, l'unico che c'è sono io. Bravo! Grazie a voi per aver venuto e ci vediamo presto. Sì, ciao, arrivederci. Hasta pronto. Ciao, ciao. Hát ez egy micsoda figura, nem? Zseniális, tényleg. Abszolút. Iszonyú jó arc. Nem akart ettünk. Ez a farináta nekem iszonyatosan ízlett.